napraforgók Bogyó és Babóca áprilisban elültették a napraforgómagokat. Gondosan ápolták, öntözték a kertet, és hamarosan kibújtak a földből a palánták. Nőttek, növekedtek, bimbót hoztak, és júniusra kinyíltak a szép sárga virágok. Húrá! üdvözölte a virágokat a csigafiú és a katica lány. Bogyó észrevette, hogy a virágok egyszer erre, máskor arra néznek. Nézd, babóca, forognak! Vajon miért? Mert mindig a napra néznek, ezért hívják őket napra napraforgónak. A két jó barát elhatározta, hogy minden nap bogyóházában fognak reggelizni, és babócánál vacsorázni, mert így mindig feléjük mosolyognak majd a virágok. Így ment ez hosszú heteken át. Amikor lement a nap, a napraforgók lehajtották fejüket, és elaludtak. – Szia, Bogyó! Holnap találkozunk! – mondta a kis Katica, és álmosan búcsút intett. Babócát hamar elnyomta az álom. Bogyó is elindult a házikójába, otthon felvette kockás pizsamáját és ágyba Másnap reggel kétségbe esett kiáltozás verte fel az erdő lakóit. – Jaj, mi történt? Jaj, a napraforgóink! – sírt Babóca. – Ki tehette? – zokogott Bogyó is. – Ki rákcsálta meg a virágok szárát? Hamarosan ott termett Baltazár a méhecske, Vendel a szarvasbogár, és Pihe a lepkelány is. Szomorúan álltak a lekonyult fejű virágok körül. Pihe friss harmat vízzel lemosta a sebeket, Babóca bekötözte a virágok szárát zsenge fűszállal a napraforgók újra mosolyogtak. A kisbarátok tanácskozni kezdtek Baltazárházában. Mit tegyünk, buslakodott Bogyó? Őrt kell állnunk éjjel, én leszek az első, mondta bátran babóca. A katica csendben elbújt egy bokor mögé, és éberen figyelt. Nem kellett sokáig várnia. Hamarosan egy hörcsög érkezett a virágosba, és rákcsálni kezdte a napraforgók szárát. Ekkor Babóca kiugrott a bokor mögül, és tühösen rákiáltott. Menj innen! A hörcsög megijedt és elszaladt. Aznap éjjel nem jött vissza többé. Másnap éjjel Pihe vigyázott a virágokra, következő este Baltazár, utána Vendel. Végül Bogyóra került a sor. A csigafiú elbújt a bokor mögé, és türelmesen várt. Várt, várt, de hamarosan elnyomta az álom. Még arra sem ébredt fel, hogy megérkezett a hörcsög, és alaposan megrágcsálta a virágok szárát. Jaj, elaludtam, nem vigyáztam a virágokra, sírdogált Bogyó, amikor meglátta reggel a szomorúan kókadozó napra forgókat. A többiek mind odaszaladtak, és kétségbe esve csapták össze a kezüket. Bogyó, elaludt! átaludta, amíg a hörcsög megrágcsálta a virágokat. Miért buslakodtok? kérdezte ekkor bagoly doktor. Babóca elmesélte a bagolynak, mi történt a napraforgókkal. Beszéljetek a hörcsöggel, kérjétek meg, hogy ne bántsa a virágokat, tanácsolta bagoly doktor. Ott alszik a nagy töltyfa alatt. Igen, ez jó ötlet, mondta bátortalanul pihe. Elindultak a nagy töltyfa felé. Ott van, ott fekszik a bokorban, súgta bogyó a többieknek. A hörcsök hirtelen felébredt. Mind megijedtek egymástól. A hörcsök a bogárkáktól, a bogárkák a hörcsöktől. Ne félj tőlünk, kérte Babóca, kérlek, ne bántsd a napra forgóinkat. De éhes vagyok, mentegetőzött a hörcsök. Majd mi hozunk neked almát és répát is. Hol van a házad? kérdezte Bogyó. Nincs házam, válaszolta szomorúan a hörcsög. Nincs házad, ismételte Baltazár, akkor építünk neked. A hörcsög boldogan beleegyezett. A barátok munkához láttak, fűrészeltek, fúrtak, faragtak, míg elkészült a kis rönkház. Most pedig hozunk neked vacsorát, mondták a hörcsögnek egyszerre. Babóca almát hozott, bogyó magokat, Pihe mazsolát, Baltazár pitypang levelet, Vendel pedig répát. Nagyon szép lett a házam, mondta boldogan a hörcsög, és köszönöm a vacsorát is. A hörcsög többé nem rákcsálta meg a virágokat. A napraforgók egész nyáron vidáman mosolyogtak bugyóra, babócára és barátaikra.